eljöttünk a csodálatos Balatonfüredbe drága feleségemmel, azon belül is a fantasztikus Akadémia Sporthotelt látogattuk meg, ahol lehetőséget kaptunk letesztelni a szállodát. Tudni kell egyébként, hogy mivel kicsi lányunk van, sok szabadidőnk egymásra nem igazán jut. Nagyon örültünk ennek a felkérésnek. Ahogy megérkeztünk a szállodába, a recepción egyébként a két kedves hölgy fogadott. Mivel nagyon szeretjük a jó kávékat, rögtön le is teszteltük a szállodát, hogy milyen a kínálat. Egy csodálatos láttét kaptunk, amit el is fogyasztottunk a szálloda lobbyában. Mindenek előtt még egyébként egy welcome drinkkel kedveskedtek nekünk, két nagyon finom pesgőt fogyasztottunk el. A recepción minden fontos információt megkaptunk a szállodáról, hol van a fürdő, hol vannak a szobák, és milyen fakultatív programok vannak. Megnéztük az éttermet is egyébként. Ahogy elfoglaltuk a lakosztályt, amint beléptünk az ajtón, egy csodálatos tér fogadott, tisztaság, rend, és mindamellett egy csodálatos gyümölcstárral kedveskedtek nekünk, és egy üveg rozéborral. Ezek fontosak számunkra, mert azért mégiscsak a szobában fogjuk, a lakosztályban fogjuk tölteni a napjainkat, amikor elutazunk egy szállodába. Az első útunk a fantasztikus tetőteraszra vezetett, ahol csodálatos a panoráma a Balatonra. Nagyon élveztük, de mivel mi egyébként sportkedvelők vagyunk, a feleségem és én, és azt elárulok egy titkot, a feleségem igazolt futballjátékos volt még gyerekkorában, ezért a prémium média válogatott szerelését kaptuk magunkra, mivel mi egyébként rendszeresen együtt futballozunk, és rúgtunk egy párat. Hát sajnos köténygólt is kaptam a feleségemtől. Szolgáltatásai közé tartozik a kerékpárbérlés, mi éltünk is ezzel a lehetőséggel, nyerekbe pattantunk és tekertünk egy kicsit itt a környéken. Természetesen megnéztük a híres Balatonfüredi partot. A mini bringatúra után azért jócskán megéheztünk, ezért meglátogattuk a szálloda éttermét, ahol egy nagyon finom ebédet fogyasztottunk el. Annyit tudni kell, a feleségem glutén és laktózérzékeny, de a szakácsok ezt is megoldották. A délutáni siesta után meglátogattuk az úszodát, ami a hoteltől 2-3 lépésre található, szó szerint is mondhatnám. Ahogy megérkeztünk, ugyanez a pozitív, nyugodt hangulat fogadott, mint magában a hotelben. Kipróbáltuk a finn szaunát, gőzfürdő, infraszauna, és természetesen a pezsgőfürdőt is. Utána pedig a nagybedencében volt egy kis életmentés, de hát ez nekem annyira nem esett nehezemre, majdnem sikerült a feleségemet megmentenem. Összességében az Akadémia Sporthotel egy nagyszerű hely, biztos, hogy fogunk még jönni. Baromi jó hangulata van, nagyon felszabadultan éreztem magam, az ételek fantasztikusak voltak, a szobák tökéletesek, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Most igaz, hogy kettesben jöttem a feleségemmel, ami nagyon-nagyon jó, viszont legközelebb a családot is elhozzuk, mert én úgy gondolom, hogy itt van keresnivalónk. Mindenkinek csak ajánlani tudom, itt Balatonfüreden az Akadémia Sporthotel, amire a feleségem 5 csillagot adott.